Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagy elégedett azzal, amifelé jelenleg a világunk halad? Sehogy. Nagyon nem. Nagyon nem. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Elnyomás, tudatlanság. Passzív. Passzív. A legtöbb ember passzív. Hát igazából, ha megnézzük, van egy, hogy van egy elbutulás a világunkban. És ez egy tudatos, mondhatjuk azt, hogy tudatos elbutítás. És ez mikor indult ez a tudatos elbutítás? Hát gyakorlatilag nem, dehogy is. Az 50-es években. Tehát ez a tudatos elbutítás az 50-es években indult, de inkább úgy mondanám, hogy nem is az 50-es években, hanem a múlt század elején. Tehát annak következménye lett az első világháború, annak következménye lett a második világháború. És gyakorlatilag, ami itt az elmúlt 100 évben történt, vagy most már mondhatjuk azt, hogy 120 évben történt, az mind a tudatos elbutítás következménye. Hát mind. Tehát ugye, ha nem tudatosan nem butították volna el az embereket, akkor nem lett volna első világháború. Hát most gondoljátok végig, az első világháború keresztények ellen harcoltak. Jellemzően. Nem? A második világháborúban, itt Európában, de ugyanez. Keresztényekkel szemben harcoltak. És ugye mindenki azt mondta, hogy ő képviseli az igaz ügyet. Nem? Tehát ez mi, ha nem elbutítás? Már mi, ha nem addigra sikerült ilyen szinten elbutítani az embereket, hogy a népek összeugrottak egymással. Érted? Tehát a népeket ugrasztották össze egymással. Ha a népeket nem ugrasztották össze egymással, akkor nem lehet háborúzni. Szóval, már mondom, ez nem most kezdődött, de most tetőzik. Valakinek be van kapcsolva a hangja. Irmuska, azt hiszem neked. Ne. De. Válaszoltál, mert hallunk. Hallak. Szóval, ugye most tetőzik ez az elbutítás, és mivel tetőzik? Hát gyakorlatilag ugye a földet fel kellene osztani, ha ezt, hogy megértsük ezt, a fejlett világra. Tehát mit értünk az, hogy fejlett? Ez azt jelenti, hogy anyagilag fejlett. Tehát nem szellemileg fejlett, anyagilag fejlett. És a szegény világra. Tehát ugye azt mondják, hogy fejlett világ a nyugati társadalomra. Nem, csak anyagilag fejlett. Technikailag fejlett. Szellemileg nem fejlett. Na most, tehát föl kell bontani ugye az anyagilag fejlett világhoz, technikailag fejlett világot, és ugye el kell különíteni ettől a világtól a szegény világot. Tehát ahol az emberek jóval szegényebbek, mint itt. Na most, ha megnézzük a fejlett, anyagilag fejlett világot, technikailag fejlett világot, körülbelül 1 milliárd embert érint. Mondjuk a bolygó 1/8-át. A bolygó 1/8-a, az ha jobban utána számolsz, akkor 16%, ha jól számoltam. Nem? Nem is annyi. 12.
12,5%. Nem? Az 1/8 az 12,5%. Mert 8-szor 12,5 az 100, nem? Ha jól számolok. Jó, tehát gyakorlatilag itt van ez a 12,5%, és ez a 12,5% körülbelül annyit fogyaszt a világban, mint az összes többi. Érted? Tehát ez az 1 milliárd ember körülbelül annyit fogyaszt, mint a 7 milliárd. Nem hiszed? Utána tudsz nézni. Na most, ezt hogy érték el? Ezt úgy érték el, hogy elérték, tehát alapvetően az ember úgy működött, hogy a szükségleteit igény, elégítette ki. Tehát az emberek mindig a szükségleteiket elégítették ki, és utána, már amikor én tanultam, ugye 60-as években kezdtem a tanulmányaimat, és 68-ban, és végig azt tanították, hogy ők a szegények. Érted? Tehát akik a szükség, tehát a múltban a társadalom nagyon nagy része, az szegény volt, ezt tanították. Nem ezt tanították? De ez nem igaz, hogy szegény volt, mert annyit csináltak, hogy a szükségletei ki voltak elégítve. És nem volt olyan, hogy a szükségletem felüli kielégítés. Olyan nem volt. Érted? Olyan nem volt. Csak a szükségleteik voltak kielégítve. És a 20. századtól, a 20. század elejétől elkezdődött, nyilván Amerikában kezdődött el, de nem csak Amerikában, hanem itt Európában is elkezdődött, az, hogy az emberek ne csak a szükségleteiket elégítsék ki, hanem legyenek igényeik. Erre van is egy kifejezés már, hogy akinek nincsenek igényei, az igénytelen. Gondold végig, az igénytelen, akinek nincsenek igényei. Tehát ráfogták azokra, akik csak a szükségleteiket elégítették ki, ráfogták, hogy ők igénytelenek. Na most, az igényeink meg a szükségleteink az két különböző dolog, teljesen. Ugyanis a szükségleteink a túléléseinket szolgálja, az igényeink az a fölötti bármit. Tehát a szükségletek felett bármit, bármi lehet az igény. Akár az is, hogy el akarok jutni a Holdra, az is egy igény. Érted? Vagy el akarok jutni a Marsra, még nagyobb igény, érted? Tehát ez nem szükséglet. Az nem szükséglet, hogy valaki eljusson a Holdra vagy a Marsra, de gondold végig, mi a szükséglet, ami a túlélésedet szolgálja. Nyilván, ha valakinek olyan fajta tevékenysége van, jövedelem tevékenysége, jövedelem forrása, ami nagyobb szükségletet igényel, annak a szükséglete magasabb. Nyilván egy gyártulajdonosnak nem az a szükséglete, mint mondjuk egy segédmunkásnak. Mert ott neki a szükségletében benne van az, hogy munkát biztosítson az embereknek. Érted? De az nem igénye neki, hanem az a szükséglete. Érted? Mert ő mások szükségletét elégíti ki azzal. Érted? Na most, onnantól kezdődött gond lenni, amikor elszakadt, kétfelé szakadt a társadalom. Elkezdtek olyan emberek lenni, akik hatalmat akartak maguknak. És a
hatalomra törekvés hozta meg azt, hogy az egyén az gazdagodjon. Érted? Mert a hatalomra törekvésben bekerült a gátlástalanság. És egy gátlástalan ember az mások szegényítése révén is többet akar. Érted? Mert nyilván úgy lehet valakinek több, ha másoknak kevesebb van. Ez nem kérdés. Tehát ez nem most indult el, hanem az ipari korral. Tehát az 1600-as évekkel indult el a gazdagodás. Tehát most ne az uralkodó osztályt nézzétek. Mert az uralkodó osztály az, az mindig gazdagabb volt. Nem mindig, de a történelem utolsó szakaszában mindig gazdagabb volt, mint a többiek. De ugye az 1600-as évektől, amikor ugye föltalálták a gőzgépet, meg a később a gőzmozdonyt, érted? Na onnantól kezdve, ahol a gőzgépet föltalálták, azt hiszem 1640, ha jól emlékszem, és onnantól lehetőség volt a technika valamilyen szintű fejlődésére, és minél magasabb szintű lett a technika fejlődése, annál több olyan embernek nyílt lehetősége arra, hogy idézőjelben gazdagodjon, akikben magasabb volt a hatalomra törekvés. De mivel nem volt uralkodó osztály része, ugye akkor gazdagodhatott régen valaki az ipari kor előtt, hogyha beházasodott mondjuk az uralkodó osztályba. Tehát az uralkodó osztályon nem csak a királyokat értem természetesen, hanem a bárokat, grófokat, ugye Magyarországonról beszélek, hercegeket és természetesen az uralkodót is. Nyilván különböző országokban különbözőképpen hívták ezeket. Az uralkodó osztályt. Tehát onnantól, hogy a technika elkezdett fejlődni, és minél jobban fejlődött a technika, annál több embernek sikerült az, hogy a hatalom vágyát a technika segítségével valósítsa meg. Na most a hatalom vágy következménye természetesen minél nagyobb hatalom vágy következménye, a minél nagyobb gazdagság. Oké? Tehát egy olyan ember, akinek nincs hatalom vágya, az nem törekszik minden áron a gazdagságra. Világos ez? Mert a hatalom vágyjal párosul a gazdagság. Érted? Akinek nincs gazdagsága, vagy a hatalom vágya, az nem fog átgázolni másokon. Érted? Tehát jó jegyezzétek meg, hogy a világon nincs olyan, hogy pénzgyarapodás, csak a vagyonfelosztás van. Oké? Tehát a vagyont lehet gyarapítani azzal, hogy mondjuk az agyagot kiégetik, téglát csinálnak belőle, abból házat építenek, és az agyagból gyakorlatilag lesz egy értékesebb dolog. Érted? Tehát így lehet gyarapítani a vagyont. Lehet úgy is gyarapítani a vagyont, hogy a kőolaj nem kellett régen semmire, majd elkezdték használni belőle a petróleumot, ugye?
Aztán utána meg már autók közlekednek, meg repülők közlekednek a kőolajjal. És akkor így a kőolaj értéke megnövekedett, mivel felhasználói értéke megnövekedett, így a bolygó vagyona nőtt. Nem tudom, világos-e. Tehát ahhoz képest, hogy régen mennyi vagyon volt a bolygón, nyilván most több. Mert átalakította a technológia a Földnek az kincseit magasabb értékké. Oké? Tehát például, amikor régen csak sárból építkeztek, akkor az nem az volt, mint mikor az agyagot kiégették, és tégla lett belőle, érted? Tehát az azt jelenti, hogy agyagból nem tudtak, mit tudom én, 10 emeletes házokat építeni, de téglából már igen. Szóval, ezáltal ugye megnőtt a vagyon, természetesen nem annyi a föld vagyona, mint mondjuk 300 évvel ezelőtt. De az adott vagyon, ami a földön van, az nem lehet több. Érted? Az nincs olyan, hogy ha valakinek sokkal több pénze lesz, mondjuk, mit tudom én, egy családnak több pénze lesz, mint egy országnak, mert ilyenek vannak. Hát több olyan család van, amelynek nagyobb vagyona van, mint Magyarország, érted? És gondold végig, hogyha a vagyon az egy kézbe csoportosul, akkor az azt jelenti, hogy valakiknek annyival kevesebb lesz, mint amivel nekik több. Tehát nincs olyan, hogy több vagyon, csak úgy a semmiből, a levegőből több vagyon lesz. Azt úgy hívják, hogy virtuális pénz. Az ma több, hónap kevesebb. Ha nem hiszi valaki, akkor nézze meg, a weboldalunkon fönn van, vagy keresse meg az interneten, az Enron botrányt, jó? Ami egy megtörtént esemény. Nem dokumentumfilm, film, jó? De teljes egészében megtörtént eseményre épül. Hogy a virtuális pénz, az mekkora buktát tudunk okozni az embereknek, jó? Mikor rájönnek az emberek, hogy amögött a virtuális pénz mögött nincs érték. Hát ez a bitcoin. Tehát a bitcoin mögött, meg az összes kriptovaluta mögött nincs semmilyen érték. Jó? Tehát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a technika fejlődésével az embereknek lehetőségek nyílt a hatalomra törekvő, hatalomra vágyó embereknek lehetőségük nyílt arra, hogy vagyonosodjanak. Oké? És ez nem régen van, ez gyakorlatilag 120 éve. De igazán, tehát a technika, megnézed, a múlt században lódult meg Isten igazából, hiszen azt lehet mondani, hogy évszázadokon keresztül, onnan az 1640-től azért nagyon lassan fejlődött a technika. Jó, építettek vasutakat, de igazából megnézzük, honnantól fejlődött nagyot a technika, az autó feltalálásától. Tehát az autót az 1995-ben vagy mikor, vagy 1885-ben, vagy 89-ben valahogy így találta fel Benz. Jó? Benz. Nem, ő a motort találta fel. A benzinmotort. A motor magától nem megy, az be kellett rakni egy szekérbe. Na, azt csinálták, egy szekérbe rakták be. Szóval lényeg az, hogy onnantól indult meg a technikai fejlődés igazán,
És lényeg, hogy ahogy megindult a technikai fejlődés, azok az emberek, akik részt vettek a technikai fejlődésben is. Nagyon érdekes, mert ugye én gépjármű technikusnak tanultam, és ugye működtem is autószerelőként, sőt autószerelő mesterként, és ezért némi fogalmam van a technikával kapcsolatban, és ugye én láttam azt, hogy a jármű fejlődésével, akik jármű gyártásba kezdtek, azok nem uralkodók voltak. Egy sem. Érted? Tehát egy gróf, báró, vagy herceg, vagy király sem kezdett autógyártásba. Érted? Csupa átlagember. Érted? Olyan átlagember, akinek hatalomvágya volt. Érted? És ugye a hatalomvágy az mozgósítja a célokat az emberben. Minél nagyobb hatalomvágy van, annál jobban van mozgósítva, hogy ő minél nagyobb célt érjen el. És mondom, ha gondold végig, az autóiparra igaz volt, hogy az összes autógyár az magán, tehát nem uralkodó osztály hozta létre. Érted? Akkor gondold végig, az összes technikai eszköznél ugyanez volt. Gondold végig, az IBM azt mondja, hogy hívják a Edison. Tehát gyakorlatilag az IBM-et, ha jól emlékszem, ha jól mondom, ő alapította. Érted? De Edison nem az uralkodó háztagja volt. Tehát gyakorlatilag a többi, tehát mit tudom én, mondjuk a Samsung gyárt, vagy bármilyen más gyárt megnézed, nem uralkodó ház hozta létre. Hanem olyan emberek hozták létre, akik akkor átlag emberek voltak, nyilván nem koldusok, de átlag emberek, és hatalomvágyjal rendelkeztek. Érted? Na most, de ahhoz, hogy ezeknek a hatalomvágy, tehát hatalomra vágyó embereknek a vagyonigényét, a hatalmát ki lehessen elégíteni, nekik el kellett azt érni, hogy megvegyék a termékeiket. Érted? És ahhoz ki kellett találni, hogy az embereknél a szükségletet hogyan fordítsák át igényre. És ebben drasztikus változás a múlt század elején volt. Ott kérték föl azokat a tudósokat, akik azzal foglalkoztak, hogy hogyan működik az ember. Hogy adjanak tanácsot a gyárosoknak abban, hogy hogyan vegyék meg a termékeiket. Például kutya se akart autót venni. Tudod, mit mondtak, amikor legördültek az első autók? Hogy ugye nem gondoljátok komolyan, hogy majd lekövezik az egész világot.
meg azt is mondták, hogy hát a lóhoz képest milyen lassú, és milyen büdös. És tényleg így van, a múlt század elején és az előtti század végén hát ilyen pár autót adtak el az autógyártók. De szó szerint. Ami azt jelenti, hogy valahogy el kellett érni, hogy ezeket, amit így kitaláltak, feltaláltak, mert az időtájt egyre több mindent találtak föl. Ugye a múlt század elején találták föl például a harisnyanadrágot is. Így van, a nejló harisnyát. Tehát egy csomó találmány született, ugye a múlt század elején, hát azért lehetett első világháborút indítani, mert már nem karddal harcoltak, hanem fegyverekkel. És a gyártóknak az volt a legnagyobb problémájuk, hogy az emberek nem vásároltak. Miért? Mert nem volt rá igényük. Miért? Mert évszázadok, évezredeken keresztül az emberek csak a szükségleteiket elégítették ki. Nem volt egyéb igényük. Volt az uralkodó osztály, annak meg volt az igénye, ennyi. De az édes kevés volt, mert nem az volt a tömeg. Tehát az uralkodó osztályt kiszolgálni technológiával, amit a technológiával gyártottak, akkor abban tönkrementek. Volna. Tehát az embereknek, tehát az embereket rá kellett arra venni, hogy vásároljanak. Érted? És ennek kidolgozták a technológiáját, és elkezdték felkelteni az emberek igényét. Először a nőkét, minden sikeres férfi mögött van egy nagyon okos nő, jó, tehát az azt jelenti, hogy azért, ezért a nőknél kezdték el, érted? Tehát a nők szükségleteiből könnyebb volt igényt csinálni, mint a férfiak szükségletéből igényt csinálni. Hiszen megnézed, a nők mindig is, mióta az eszedet tudod, igényesebbek voltak, mint a férfiak. A férfiak jó részének, jó az úgy, még mai napig is. Hol hallottál egy nőtől olyat, hogy jó az úgy? Ez az. Soha nem hallottál. Tehát ezáltal elkezdték a nők igényét felgerjeszteni, hogy ne csak szükségletük legyen, és utána következtek természetesen valamilyen szinten a férfiak is. És na ez lett a, nem ez lett, ez az emberiség veszte. Nem a nők miatt. Hát amiatt, hogy a hatalom vágya a rendelkező emberek céljait, a szükségletekkel nem lehet kielégíteni, csak azáltal, hogyha az emberek igényesek. És igénylik azt, amit a technika fejlettségének köszönhetően meg tudnak vásárolni. Hát gondold végig, már egy olyan világot élünk, ahol én emlékszem, a 60-as, 70-es években mindig nekem kellett hétvégére bevásárolni. És van ez a bolti kosár, tudod, az a kicsi, az a kétfülű.
Tudod, abba elfért egy hétvégi bevásárlás. Érted? Nem volt húzókocsi, vagy nem húzó tolókocsi, tudod, ez a nagy bevásárló kocsi, érted? Nem volt. Csak ez. És nem két ilyen táskával, vagy mivel kosárral jöttek ki a boltból az emberek, vagy a pénztártól, érted? Hanem egyel. Most már néha látsz ilyet, elkezdődött. Elkezdődött a visszafejlődés, hogy már vannak olyanok, akik már csak egy kosárnyit vásárolnak hétvégére. De a mostani időszak elé megyünk, mondjuk 2018-ban, ilyet nem láttál. Hétvégére mindenki tolta a nagy bevásárlókosarat. Nehogy már nekem azt mondja valaki, hogy a szükséglet az hatszorosára növekedett. A szükséglet az ugyanannyi volt. Most, régen is, mint most. Most is, mint régen. Hát nyilván azáltal, hogy az emberek mondjuk nem egy szatyó, egy kosárnyi cuccot visznek haza, hanem többet, akkor az azt jelenti, hogy többet dobnak ki, természetes, de az is, hogy többet fogyasztanak. Tehát többet esznek, isznak meg. Érted? Többet esznek, többet isznak. Nem véletlenül régen, mondjuk megnézel egy, én láttam is egy ilyen fényképet, fekete-fehér fénykép még, egy strandról, hogy nézd meg, látsz-e kövérembert. Egy fia kövérember nem volt a strandon. Nem, de ott nem volt egy sem. Tehát ott a fényképen, mit tudom, láttál 150 embert napozni, érted? És egy kövér sem volt közte. Melegük volt a kövéreknek, és árnyékba húzottak. Vagy a fagyizón álltak sorban a kövérek. Vagy a lángososnál. Szóval, megnőtt az emberek igénye, de minden tekintetben megnőtt. Az élelmiszer igénye is, az ivás igénye is. Régen elég volt a víz, már nem elég. Mit tudom én, vegyünk üdítőt, vegyünk sört, stb. Stb. Érted? És hát nem csak az, hanem minden szinten. Gondold végig, régen hány váltás ruhája volt egy nőnek? Pár. Így van, pár váltás. Most több szekrényi váltás ruhájuk van. Hány cipőjük volt? Ugyanez, pár. Egy pár darab cipőjük volt. Pár-pár cipőjük volt. Így van. Most több tíz pár. Több tíz pár. Érted? Szóval, gondoljátok végig. Megnőtt az igény. Annak idején megnézel egy olyan filmet, ami mondjuk a 60-as években készült, érted? Vagy a 70-es évek elején, budapesti filmet, és megnézed budapesti forgalmát. Sokkal ritkább. Sokkal, összehasonlíthatatlanul. Néha jöttek, mentek az autók, érted? Így van, az emberek tömegközlekedéssel közlekedtek, és ezáltal a tömegközlekedési eszközök zsúfolásig voltak. Igen. Tehát ami azt jelenti, hogy sokszor lógtak a villamoson az emberek. A lépcsőkön meg volt, mikor még azelőtt, még az ütközőn is lógtak az emberek. Tehát akkor is eljutottak oda, ahova akartak. Például nekünk le kellett menni Szabolcsba, mert ugye a nagyszülők ott voltak anyai ágon, Letiszabecsre. Az azt jelenti, hogy 10 és a legjobb menetrend az 9 és fél óra utazás volt tömegközlekedésre. Mert éjfélkor indult a vonat, és fél tízre értünk oda. Jó, de az akkori közlekedéssel a jegyen rajta volt, hogy 360 km. Jó?
De most nem annyi, most csak 310, mert már rövidebbek lettek az utak, azóta lett autópálya. Jó, tehát lényeg az, hogy, eljutottak oda az emberek, ahova akartak, csak kicsit lassabban. Na most, gondold végig, hogy itt van például az autó. Kérdés. Hány olyan embernek van autója, aki nem pénzkeresésre használja, hanem szórakozásra? A lakosság nagy része. Érted? A lakosság nagy része szórakozásra használja az autót. Nem pénzkeresésre. A munkába járás az nem pénzkeresés, jó? Oké? Az a konkrét pénzkeresés. Érted? Tehát hála Istennek én azt mondja, hogy 94-től az összes automat pénzkeresésre vettem. Érted? 94-től. Mert azóta én olyan tevékenységet folytatok, amiben ez az autó kell. Érted? Hát most gondold végig, én nekem megnézik, milyen autóm van. Mindig, 93, 94 óta. Megnézik. Hogy milyen autóm van. Nem a szomszédok, jó? Szomszédok nem érdekelnek. Hanem üzleti partnerek. Jó, és lényeg az, hogy, van olyan autónk is például, ami, amivel szállítani szoktunk. Érted? És tudjátok, mióta van olyan autónk, amivel szállítani szoktunk? 80-as évek óta van olyan autó, amivel szállítottunk. Régen például apunak a, bőrt a kesztyűkhöz, meg a műbőrt a kesztyűkhöz. És ugye ezek általában kétszemélyesek voltak, és ugye mostanában pedig mondjuk a szemináriumra kell cuccolni. És a személykocsiba nem fér be, amit cuccolunk a szemináriumra. Szóval, van egy nagyon nagy probléma, amiről már beszéltem. Hogy az igény felkeltése véget olyan mértékben megnőtt ennek az 1 milliárd embernek a fogyasztása, amivel csinálnak ilyen számításokat, hogy mikorra mi lesz. Érted? Tehát, hogy például olyan számítást csináltak, hogy a termőföldet hány százaléka silányul el, és képtelenné válik a termelésre. Akkor csináltak ilyen számítást, hogy mondjuk a ivóvízkészlet. Az ugye az évezredek óta fix. Az se több, se kevesebb. Így van, mindig ugyanannyi. De az emberiség nő, ezért egy további emberiség növekedés az egy biológiai katasztrófát hoz létre. Márpedig az emberiség tovább növekszik, és ez a 8 milliárd a határ. Ezt is kiszámolta. És ahogy növekszik az emberiség, gyakorlatilag úgy teszi az emberiség maga az életterét élhetetlenné, mert annyi embert már nem tud ellátni. És ez most itt van. Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, valami 5-10 éven belül 10 milliárddal leszünk. És nem bírja el a bolygót. Érted? Tehát azt mondták, hogy ahhoz, hogy például ellássa a bolygó a 10 milliárd embert, például annyi erdőt kellene kivágni, amennyi Kanada területe. Kanada az egyik legnagyobb ország.
a Földön, érted? Na most gondoljuk végig, hogyha annyi erdőt vágnak ki, akkor még jobban elsivatagosodik a bolygó. Mert ez úgy működik, hogy minél kisebb a zöld terület, annál jobban elsivatagosodik a bolygó. Tehát annál inkább a csapadék az azokon a területeken esik le, ahol még van zöld. Vagy az óceán fölött. Érted? És ami azt jelenti, hogy ebből a szempontból, ugye én nem tanulmányoztam ezeket a dolgokat, csak most a napokban. És hát ez, de teljesen összevág azzal, amit beszélünk. Tehát minél kevésbé tudatos egy ember, annál jobban nem ért meg dolgokat. Érted? Minél tudatosabb egy ember, annál könnyebben megért dolgokat. És a nem tudatos emberek nem értik azt meg, hogy nem kellene évente, fél évente lecserélni dolgokat, érted? És újat venni. Tehát nem a használtal van gond, hanem az újat. Mert az újat kell folyamatosan gyártani, a használtat nem kell már legyártani, mert azt már legyártották. Érted? És itt azzal van gond, hogy az emberek mindig újat szeretnének. Tehát ezt érték el a tudatlanoknál, hogy mindig újat vegyenek. Közben mondok példát, az autó, ugye valamilyen szinten szakterületen, az is. Az autó, kihozod a szalomból a vadi új autót, kimész fel az utcára, érted? És onnantól kezdve 20%-kal kevesebbet ér. Elment? Nem baj. Jó? Na most, ha veszel egy használt autót, érted? Kiviszed onnan, ahonnan vetted, és ugyanannyit ér. Érted? Ugyanannyit ér. Jó, lehet, hogy egy fél év múlva már nem, vagy egy év múlva nem, de az új autót kiviszed a szalomból, és 20%-kal kevesebbet ér. És ez mindenre igaz. Veszel egy vadi új telefont a boltba, hazavitted, már 20%-kal kevesebbet ér. Érted? Tehát bármit, veszel egy ruhát, vadi újat, nem 1000 forintos ruháról beszélek, lehet, hogy már olyan nincs is, hanem mondjuk egy ilyen, tudom én, mondjuk 20.000 forintos ruhát. Hazaviszed, érted, és már nem annyit ér. Az újjal ez a baj. Azonnal minden újnak csökken az értéke. Kivétel az az új, amiből hiány van. De a fogyasztói társadalomban nem az működik, hogy hiány van, hanem mindenből sok van. Érted? Tehát mindenből sok. Az azt jelenti, hogy ha te kiviszed, az ne érjen annyit. És emiatt van egy óriási probléma a bolygón, hogy kielégíthetetlen lesz az emberiségnek az igénye. Azt, ha az embereknek csak szükséglete lenne, de nem az van, akkor nem lenne gond, ha csak szükségletük lenne. Akkor ez a bolygó 30 milliárd embert ki tudna szolgálni. Ha csak szükségletük lenne az embereknek. Érted? De így, hogy mindenütt növelik meg az igényüket, hát most gondold végig, évezredekig jó volt mondjuk az afrikaiaknak, hogy Afrikában éljenek. Most hirtelen látják azt, hogy milyen jó élni nyugaton, milyen jó a nyugati embereknek, mert náluk is lett tévé, és onnantól kezdve látják, mert ez onnantól indult az igényfelemelés, mikor az emberek elkezdték látni, hogy van másfajta élet is. És nem csak az uralkodó osztálynak van másféle élete,
hanem gyakorlatilag bárkinek lehet egy sokkal jobb élete, idézőjelben a sokkal jobbat. És ez azt jelenti, hogy, azok az emberek, akiknek az igénye megnőtt, hát azok mit csinálnak? Ott hagyják majd azt a területet, és rázúdulnak azokra az országokra, akiknek jobban megy anyagilag. És most gondold végig, most mondok egy példát, csak a, ugye ez a migráció kérdés, hát itt szépen elhúzódva jöttek a migránsok. Nem úgy, hogy egyszer elindult mondjuk 20 millió ember. Nem, milyen migráció volt? Most gondold végig, ha mondjuk egyszer elindul 20 millió ember, milyen kerítés állítja meg őket? Vagy milyen katonaság? Érted? Na most, ami azt jelenti, hogy ezzel az eszességgel, amivel most rendelkeznek az emberek, ezzel szó szerint valami olyan dolgot csinálunk, mintha ülünk egy autóba, és ott elől ülnek emberek, ugye a sofőr meg az anyós ülésen ül kettő, szerpentin, nyomják, tövig a gázt a sofőr, te meg hátul tisztában vagy azzal, hogyha így száguldunk, akkor ki fogjuk egyenesíteni az egyik kanyart, és megyünk a szakadékba. És mondod a sofőrnek ott hátul, érted, hogy ha lassíts már, mert ennek szakadék lesz a vége. És akkor ő meg mondja, hogy ne szólj bele a vezetésembe. Érted? Ilyen világot élünk. Hogy szólsz az embereknek arról, hogy kurva szar lesz neked hamarosan. Érted? És akkor azt mondja idézőjelben, hagyjál békén, ne szólj bele az én életembe. Érted? Tehát mondok példát, jó? 17 óta mondom, 2017 óta mondom, hogy tessék elkezdeni takarékoskodni. Mi 18-ban kezdtük el. Oké? Azt mondja, következő. 18 óta megnéztem az aranyára, 3,5-szeresére emelkedett. Érted? Az aranyára. Ami azt jelenti, hogy sokkal jobban emelkedett, mint egy ingatlan. Én nekem vannak ismerőseim, hogy akkortájt fektettek be ingatlanba, hogy majd kiadják bérbe. Az aranyon sokkal többet nyertek volna. Jó, az arany nem havi hasznot hoz. Érted? És az aranyjal semmi gond nincs. Tehát nem kell beledolgozni, nem kell felújítani, meg ilyen ilyeségeket csinálni. Érted? Csak példaként mondom. És mit tudom én, mondjuk olyan, aki mondjuk 100 000, havi 100 000, átlagosan havi 100 000 nyereséget tudott létrehozni mondjuk egy ingatlanból, az aranyból létrehozott volna 350 000-et havonta. Érted? Nyilván nem havonta, hanem összességében, havi lebontásban, ha visszahoztod a hónapokra. Jó, tehát ez ennyi. Na most, ez csak példa volt arra, hogy az emberek azok eléggé nem tudatosak. És ugye azt is mondtam, hogy legyen legalább 3 évnyi tartalékod. És akár olyan szint, ez a 3 év olyan szinten legyen, hogy az életszínvonalad abban az időszakban ne essen vissza abban 3 évben. Ami azt jelenti, hogy ha onnantól kezdve csak a szükségletedet elégíted ki, akkor az jóval több, mint 3 év. Világos ez?
Na most, de van, aki ezt csinálja, van, aki nem csinálja, mindegy, mindenki saját maga tudja, hogy visszafogja az igényeit, kevesebbet költ. Tehát én látom azt embereken, hála Istennek, ugye a cégem jutalékot fizet az itteni szervezőknek. És látom azt, hogy Marianna időnként szoktuk mondani, hogy ebből a pénzből hogy a manóban nem jönnek ki. És hogy a manóban nem tudnak félrerakni. Érted? Mikor mi annál kevesebből élünk havonta, érted? És sokkal több a jövedelmük. Érted? Tehát attól, hogy nekünk megnövekedett a jövedelmünk, mi kevesebbet költünk, mint akkor, amikor kevesebb volt a jövedelmünk. Érted? Mert meg tudjuk állni, hogy nem vásárolunk olyan dolgokat, amire igazából nincs szükség. Érted? Tehát mi nem vásárolunk szórakozásból. Én meg aztán végképp nem. Oké? Okay. Tehát, mit tudom én, van nekem egy olyan autóm, amit vettem 4 évesen, 18-ban, és azért nem cserélem le, nem tudom mire lecserélni, érted? Ez amivel szállítok. Jó, nem sok kilométer van benne, mert van benne 108 ezer, vagy 110. És ugye kiszámolod, akkor 10 éves, garázsba tartott, tök jó állapotban van, vásárlói, a használati értéke jóval több, mint amennyiért kapna érte az ember. Tehát engem mindig ez is érdekelt, hogy árértékbe vásároljak. És ha valaminek a használati értéke több, mint amennyit adnának érte, akkor bolond leszek eladni. Érted? Na szóval, ezt csak most példaként mondtam, hogy nem cseréljük le, mert nincs mire lecserélni, érted? Tehát én nem fogok egy annál rosszabb autót venni, akár újat, mit tudom én, 6-szor annyiért, mint amennyit kapnék érte. Érted? A bolond leszek. És, de nem így gondolkodnak az emberek. Nem így gondolkodnak. Mit tudom én, vesz 40 millióért elektromos Mercedes-t, érted? SUV-ot. 40 millióért. Tehát mondok egy alap dolgot. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem találsz olyan autót. Tehát régebben leírták, hogy mennyi egy autó fogyasztása a használati utasításba. Most nem találsz az új autóknál már olyan használati utasítást, nem csak az új autóknál, az elmúlt 10 évben nem találsz olyan használati utasítást, ami nem 10 évben, de 10 évben, olyan használati utasítást, amiben benne lenne, hogy mennyit fogyaszt az autó. Tehát az összes használati utasításból kiszedték, hogy mennyit fogyaszt az autó. Tehát nem tudom hány autónak néztem a használati utasítását, egybe sincs benne, a régiekben benne volt. Például még a 2005-ös autómban még benne volt, hogy mennyi a fogyasztása. És kiadják össze-vissza, hogy mennyi a fogyasztás, érted? Ilyen kis fecniken, papírokon, A4-es lapon kiadják, mennyi a fogyasztás. Sose annyi, egy autó is el. A tesztelők még nem tudtak egy autóból se kihozni olyan fogyasztást, mint a gyári adat. Érted? Én rengeteg autótesztet néztem már, és egy autónál sem fordult elő, hogy kihozták volna azt, hogy annyit fogyaszt az autó, mint amit mondtak neki, gyárilag. Na most, de az emberek azt gondolják, hogy bezzeg, ez nem így van, az elektromos autóknál. Mert az elektromos autóknál azt mondják, hogy ha föl van töltve az akkumulátor, avval mennyi kilométert mész el. Senki még nem ment el annyi kilométert, mint amit mondanak.
Érted? Mondom, senki nem ment még el annyi kilométert, mint amit mondanak. Főleg nem télen. Oké? Na most, de az emberek simán átverhetőek, simán. És megvesznek olyan dolgokat, mint például az egyik rokonunk is. Használta már egy éve az elektromos autóját, és azt mondta, hogy teljes átverés. Hát szó szerint ezt mondta. Még milyen büszke volt, hogy ő megvette az elektromos autót. És azt mondta, hogy teljes átverés. Szóval, hát ezért megnézed a használt autópiacon az elektromos autók ára, még a feneke. De hogy kerültem ide? Nem, úgy kerültem ide ehhez a témához, hogy megértsük azt, hogy TV reklámok és egyéb reklámok révén, ami ugye 120 évvel ezelőtt, az előtti időszakban ilyenek nem voltak. Mindent elhitetnek az emberekkel, és a tudatlan ember jellemző tulajdonsága az, hogy mindent elhisz. Minél nagyobb valakinek a tudása, annál inkább kételkedik. És azt mondja, hogy biztos, hogy ez így van. Na most, tehát ahhoz, hogy az ember túléljen a jövőben, de szó szerint, hát nagyon komoly gondok lesznek. És most nem aranykor szinten közelítem meg, jó? Hanem most bolygó szinten közelítem meg, hogy mi lesz a bolygóval. És az emberiséggel. Jó? Tehát egyszerűen, és ugye, tehát egyszerűen azt jelenti, hogy óriási gondok lesznek, méghozzá szükségleti gondok lesznek. Na most, nem véletlenül mondom azt, hogy néztem országokat, hogy hova lenne majd esetleg érdemes költözni. Nem? Találtam, igen, többet is. Nem is ez a lényeg. Nem, hát ott nem tudnak termelni. Mit termelnek Svájcba? Órát megesszük, vagy mit? Vagy a bankba a pénzt megesszük, vagy mit csinálunk? Érted? Hát olyan országban kell, ahol van termelés. Ez alapvető. Mert nyilván egy országban van termelés, akkor nyilván először is a saját országát fogja kielégíteni, a saját lakosságát. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondoljuk végig, hogy tudatlansággal hova jut az ember. Tehát már észrevehető, múlt előadásban elmondtam, hogy az aranyhoz képest 43%-kal kevesebbet ér 365 nap alatt a forint. Azt is elmondtam, hogy a dollár az 33%-kal kevesebbet, az euró az 31%-kal kevesebbet, a svájci frank 30%-kal kevesebbet, elmondtam. Tehát az arany a standard, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az emberek szó szerint olyan, mintha ülnének az autóba, és tökik nyomják a gázt a szerpentinen, érted? És mennek a szakadék felé. És mintha nem érdekelni őket. És tudod, mi lesz? Egy, tehát már sokan mondtak ilyeneket, hogy az lesz a probléma, de én is azt mondtam, hogy az lesz a probléma, hogy egyszerre rázuhan az emberekre ez az életmód. Tehát ez az életszínvonal hatalmas visszaesése. És akkor fognak nagy bajba lenni. Tehát könyörgöm, erre készülni kell. Tehát ez nem olyan dolog, hogy megoldják, érted? Nem oldják meg. Lettek volna olyan találmányok, amivel ezt a kérdést meg lehetett volna oldani, de nem akarják ezeket a találmányokat közkincsé tenni, érted? Nem akarják.
Nehogy a másiknak is jó legyen. Nem akarják, hogy a népnek jó legyen, érted? De ha megnézed, megérdemli a nép, hogy ilyen találmányokat kapjanak? Nem érdemli meg a nép. Nem érdemli meg azt, hogy mit tudom én mondjuk, legyen egy ilyen hordónyi készüléke, ami az egész háztartásának az elektromos áramát tudja termelni, örök mozgó alapon, érted? Nem érdemli meg. Nem érdemli meg azt az autót, ami elmegy vízzel, érted? Nem érdemlik meg. Nem érdemlik meg. Nem érdemlik meg az olcsó gázt, nem érdemlik meg az olcsó villanyt, nem érdemlik meg. Szó szerint miért? Mert buták, tudatlanok, érted? És minden hülyeségre rávehető. Azért nem érdemlik meg. Szó szerint. Jó? És sorry, ez azt jelenti, hogyha a rokonságban vannak olyanok, akik ugyanez, mennek a fogyasztói társadalmat, kiszolgálják, érted? Ugyanúgy nem érdemlik meg. Ugyanúgy nem. És ha megnézed, a társadalom egy szűk rétege érdemelne mást. Szó szerint. Tehát ma a társadalomnak egy nagyon szűk rétege tudatos. Nagyon szűk rétege. Pár százalék. Na, ők megérdemelnék. Többiek nem. Tehát itt arról szól a történet, minél kevesebbet tenni, minél többet pihenni, minél többet szórakozni. Érted? De azért, hogy tegyünk valamit a jövőért, az a macerás. Hogy tanuljak, nincs rá időm. Nincs, ma annyit nyomkodom a telefont, hogy nincs időm tanulni. Érted? Hol érdemelnek bármit is? Hol érdemelnek olcsó gázt, olcsó villanyt, vagy bármit, ami olcsó? Hol? Sehol. Jó, tehát nézzük. Bekapcsolom ezt itt vissza, hogy lássátok. Jó. Na nézzük. Akkor. Jaj, nem ezt kell hajtanom, hanem ezt. Ezt itt visszacsukom. Jó, és akkor látom is, mit csinálok. Jó. Na szóval. Nem véletlenül hallgatsz engem. Jó? Tehát nem véletlenül. Nézzük. Menjünk tovább. Tudnod kell azt, hogy minden akkor történik, amikor történnie kell. Nem előtte, és nem utána. Ezen a bolygón semmi nincs véletlenül. Tudnod kell azt, hogy ha valami történik veled, az nem véletlenül történik veled. Akkor, amikor, tehát nem később, vagy nem előbb. Tudnod kell azt is, hogy azért vagy itt, mert ez a fényküldöttek gyűjtőhelye. És ez azt jelenti, mert fényküldött, vagy, illetve fényküldött, mi voltod, fényküldött vagy, illetve fényküldött mi voltodra ráébredj. Nézzük meg, hogy mi is az, hogy fényküldött. Jó, és mi a dolga a fényküldöttnek? A fényküldöttek azok, akik születésük előtt. Nem érdekel, hogy mit hiszel. Akkor is mondom, születésük előtt önként vállalták, mint lélek, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből és a következményeiből.
tehát a félelem következményeiből. Minden fényküldött egy isteni, szent feladattal érkezett. Mondhatjuk azt, hogy szent küldetéssel érkezett. Céljuk a földi emberek gyógyítása és tanítása. A gyógyítás nem csak fizikai értelemben értendő, hanem lelki és szellemi szinten értendő. Az elbutult embert szellemileg kell gyógyítani. Érted? A fényküldöttek egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi, lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább csoportot alkotnak a fényküldöttek, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek. Ez az emberiség és a bolygó megmentése. Világos ez? Mert ha az emberiséget megmentjük, a bolygót megmentjük. Ha az emberiséget nem tudjuk megmenteni, akkor a bolygót sem tudjuk megmenteni. Ez a kettő összefügg. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott. Így a csoporton belül mindenki megtalálja a saját maga helyét. Itt ne szektársodásra gondoljon bárki. Szó sincs erről. Ha egy fényküldő csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi. Az élet minden területén igaz, hogy csak az összefogásnak van eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása a jövőért, az emberiség és a bolygó felemelkedéséért. Jó? Tehát az emberiség és a bolygó felemelkedéséért. Tehát mit csinálj? Először is világosodj meg. Ugye az mit jelent? Nyisd ki a szemedet. Akarj fejlődni. Lásd át, hogy ennek így nem lesz jó vége. Méghozzá nem majd nem lesz jó vége, hanem hamarosan nem lesz jó vége. Belátható, rövid időn belül nem lesz jó vége. Ez a megvilágosodás, és hogy ez ellen, hogy ne így legyen, tennünk kell közösen. Ez a megvilágosodás. Tanulj, fejlődj. Tanulás, fejlődés, tanulásból úgy lesz fejlődés, hogy felismered azokat a gyengeségeidet, hibáidat, amin változtatni kell. Jobb emberré kell válnod. Érted? És minél jobb emberré válsz, annál többen fognak hallgatni rád. Világos voltam? Haladj a vállalt utadon. Mindenkinek van saját küldetés, a fényküldöttek, meg egyesével van saját küldetésük. És mindenki megtudhatja itt nálunk, hogy mi az ő személyes küldetése. És mi az ő személyes feladata is. Azt is megtudhatja. Erre hivatottak vagyunk. És a következő, hogy egyszerűen kerülj be a szeretett korba, az aranykorba. És aki ezt nem teljesíti, az meg fog halni. Hogy most éhínségbe fog meghalni, vagy betegségbe fog meghalni, vagy valamilyen természetesnek tűnő halálnembe fog meghalni. Nagyon jó példák vannak. Mikor tőzsdekrakkok vannak. Az emberek ugrálnak ki az emeletekről. Érted? Szörnyet halás céljából. Amikor az ember elért egy életminőséget, és az mondjuk a tizedére esik vissza, az emberek úgy fognak hullani, mint a legyen. Mert az összes céljuk most az embereknek
anyagi természetű. A bolygón egy nagyon pár százaléknak van szellemi természetű célja. És ha az embernek csak anyagi természetű célja van, és az anyagi természetű célokat látja, hogy egyet sem fog tudni teljesíteni, az ember úgy működik, hogy amint elveszíti az életének az értelmét, már pedig azok a célok, akkor már is rövid időn belül dobja fel a talpát. Hogy miben, az most részletkérdés. De így működik az ember. Minden ember így működik. Hogyha elveszíti azt a célt, amiért ő él, érted? Már is, és nincs miért élni, dobják fel az emberek a talpukat. Jó? És itt egy nagy gond lesz, hát, hogy rengeteg hozzátartozót fog meghalni, meg barátod, ismerősöd fog meghalni. És egy kérdés lesz, hogy addigra, mire ez elérkezik, mennyire fogod tudni a halált kezelni, mint az élet részét? Ez a kérdés. Oké? És ha neked, téged megvisel a halál a jelen pillanatban, ha valaki meghal a környezetedben, és ez megvisel, akkor még távol vagy ettől a kérdéstől. Oké? A ma bizonytalan világában mindenkinek szüksége van szellemi fejlődésre. Nem bizonytalan világ, már át kéne írnom, romló világban. Jó? A mai romló világban. Mindenkinek szüksége van a szellemi fejlődésre. Tehát a szellemi cél, de az a jó, hogy értsd, mi különbség van az anyagi cél és a szellemi cél között. Az a lényeges különbség, hogy a szellemi célt azt nem lehet befejezni. Azt nem tudod azt mondani, mint az anyagi célra, hogy elértem, kell egy másik. Az összes szellemi cél, az gyakorlatilag befejezhetetlen. Ezért a szellemi céllal rendelkező emberek mindig sokkal hosszabb életűek voltak, mint az anyagi célokkal rendelkező emberek. Jó? Tehát nem csak szükség van szellemi fejlődésre, de egy szabad életet nyújtó, elég jövedelmet eredményező saját stabil tevékenységre is szükség van. Jelenleg a bolygón mi vagyunk az egyetlen szervezet, amely átfogó tudást tud nyújtani az emberek részére, ahhoz, hogy tudjanak boldogulni. Érted? Mindenre átfogó tudást. No hát, ennyi fért bele a mai napba. Még itt azért ezt fölteszem. 30 óra képzésünk van minden hónapban, amit lehet helyszínen nézni. Lehet nézni élőben, interneten keresztül, tévén vagy rádión, lehet felvételről is. De le is lehet tölteni. Értéke havi szinten 200 ezer forint a képzésünknek. Legalább. Amennyiben most, de egyébként felbecsülhetetlen. A tudás értéke felbecsülhetetlen. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási és 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjaid árának fenntartását is. Tehát, hogy marad neked az akciós tandíj, jó? Nyilván mindig az akciós áron marad az akciós tandíj, jó? De az mindig jóval kevesebb az akciós tandíj, mint a 200 ezer forint, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, gondolkozz, gyere tanulni, keresgethetsz az interneten, hogy hol tudsz olyan dolgokat tanulni, mint amit itt tudsz tanulni, jó?
nézzük milyen területeken, itt van a 10 terület, keresgethetsz. De hogy egy helyen nem kapod meg a 10 terület képzését, egy, biztos, és ha mégis meg akarnád szerezni máshol a 10 területet, levaló tudást, akkor kösd fel a gatyád, és jó, nyisd ki a bukszád. Mert mondjuk a vagyonadat oda teheted nyugodtan a tudásért, érted? Nyugodtan. Hát lehet, hogy témánként is akár, így van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, gondoljátok végig, nekünk ez 9 éves tanulmány. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!